szeptemberi portfólió összegző érkezik, és egy meglehetősen amatőrem, de nagyon lelkes tőzsdei befektetőnek a részvény csomagja. Ugye jellemzően havonta egyszer van arra mód, hogy nem csak az én, hanem másnak a portfóliója is előtérbe kerüljön. Ez olyan módon történik, hogy aki úgy gondolja, hogy nem akar ezzel foglalkozni, nem akar saját csatornában működni, az átdobhatja nekem, és én egy picit górcső alá veszem, megnézem, hogy milyen van, illetve hát értelemszerűen lehet inspirálódni, ötletelni, hogy ki milyen módon gondolja a befektetéseit. Fontos megjegyezni, hogy a mostani portfóliónak a bemutatásával egy olyan személy kerül előtérbe, akinek úgy körülbelül egy éves tőzsdei tapasztalata van, úgyhogy ennek mérten nézzétek, és hát kövessük a papírjait nyomon. Egyébként azt gondolom, hogy valahol mindig így el kell kezdeni, és az eleje az természetesen nehéz tud lenni, hiszen akkor még túl sok az ismeretlen, mint például olyan gazdasági helyzetek vagy események is, amik abszolút felborítják az állóvizet, és ezekhez a valamilyen formában alkalmazkodnunk kell. Az mindenképpen pozitív, hogy valaki ilyen irányban elkezd gondolkozni, hogy a befektetések azok igenis fontosak, és hát mondjuk, hogy ezen belül ki milyen utat választ, az már egy más kérdés, de azért lássuk be, a tőzsde, mint olyan, az egy kicsit veszélyesebb közeg tud lenni, hogyha ha nagyon fejest ugrunk bele. Az elküldött portfólióhoz természetesen személy is tartozik, Menke János lesz, aki megmutatta ezt számomra, és nagyon pozitív, hogy mind az összeget, mind pedig az arcát is vállalta, ugyanis egy előző videóban, report formájában találkozhattatok már vele. És igen, kritikán aluli lett a hangminőség, ezen még dolgozni fogok. Üdv mindenkinek, András vagyok, és ez itt az Extreme Portfolio Creator csatornám. Egyébként a főhősünk, tipikus kezdőbefektetőként azt kell, hogy mondjam, kicsi elfogult a piacok irányában, és talán ezeket az irreális hozamokat tartja reálisnak. De nincs ezzel probléma, szerintem mindenkinek van egy elképzelése, hogy hogyan működik ez, és azzal kapcsolatosan is, hogy valószínűleg ő, vagy hát adott esetben mi, azt a papírt fogjuk megvásárolni, ami néhány hónapon belül legalább duplázódik, és hát ezzel a boldog tudattal, tudatlansággal ugrunk bele bármilyen részvénybe. De én azt gondolom, hogyha ezeket így szépen egymás mellé állítjuk, és hónapról hónapra megvásároljuk a mi kis elképzelésünket, akkor egy hosszú távon a nagy része a szerencsénk van a piac feleli, ha nincs, akkor azokból pedig nagyon jó ízűeket fogunk tudni tanulni. Az első az a kapitalizációs arány lesz. Jelenleg a 10 és 99 milliárd közötti ágazat az 57,9%-ban van, amit én egy nagyon kényelmes mezőnynek ítélek meg. Én szeretem ezt a környezetet, az még nem teljesen ez a nagy rizikóval rendelkező kis kapitalizációs móka, hanem azért ott vannak viszonylag stabilabb vállalatok is, és én azt gondolom, hogy onnan is még bőven van tér a fejlődésre, úgyhogy akár ezek a irreális hozamok bekerülhetnek az én kis látómezőmbe. Ellenben János egészen másként gondolja ezt, ugyanis az alsó szeletben a 10 milliárd alatti vállalatok vannak túlsúlyban, ez 63%-ot jelent jelen esetben. Jó, tudjuk mindnyájan, hogy a magas kockázattal magas hozam remények társulnak, csak az az igazság, hogy ilyenkor néha összemosódnak a dolgok, és csak a nagy hozam lehetőségekre gondolunk, miközben a veszteségbe elhajló részvényekre nem fordítunk kellő figyelmet. A következő grafikon az az osztalékok lesznek, ugye, mint tudjátok, számomra ez teljesen irreleváns információ, de ettől függetlenül a legtöbb vállalat az valamilyen mértékben természetesen fizet. 66%-ban vannak jelenleg olyan cégek, akik néhány százalékot adnak hozzá az éves hozamomhoz. Ezt kiszámoltam, 2,16% úgy, hogy ugye a nem fizető vállalatokkal osztom el a teljes összeget, tehát a teljes portfóliumnak a osztalék fizetési képessége az 2,16%, hát ez nem egy osztalékos portfólió. A hozott portfóliónál egyértelmű az irány, ott 100%-ban osztalékfizető részvényekre van építve az egész.
mindenkinek szíve joga, hogy ezt milyen módon teszi vagy csinálja. Annyi, hogy azért ezek a kisebb kapitalizációval rendelkező vállalatok nagy osztalékkal hát még bizonytalanabbá tudják tenni a jövőképet. Egy grafikon, ami csak így jelképesen van jelen ebbe a bemutatóba, hiszen itt azt mutatom be, hogy amikor a piacra lépek, akkor hol járt épp a részvény, tehát a csúcsról számítva, milyen korrekcióban mozgott. Jöjjenek a guruk, ugye a kedvenceim, akik jobban teljesítenek, mint az S&P 500, hát nekik legalább sikerül, nekem kevésbé, de ezt majd a végén elmondom, hogy mire gondolok. 22 gurut követek, és azoknak a részvényeiből szoktam csipegetni, válogatni, és természetesen még az összes többi fundamentumot szűrve választok részvényt. Jelenleg egyébként 4 olyan nagy befektető uralja a portfóliómnak több mint az 50%-át, akit én ugye összeválogattam, illetve hát követek. Egy picit nagy arány, de azt gondolom, hogy mindenre már tényleg nem figyelek, hogy milyen százalékban szerepelnek. Így is túl sok feltételnek akarok néha megfelelni. Ugye 11 lépéses stratégiával működök, zárójel, most már csak 10. Ugyanis az amerikai piac az egy nagyon erős szűrés volt eddig, de kiléptem ebből a skatujából, illetve hát választok más vállalatokat is. Nyitottabb leszek így az európai, vagy adott esetben keleti, vagy bármilyen földrajzi elhelyezkedéssel rendelkező országra. Ennél a guruknál, Jánosnál, hát igazából egy részvény volt, amit egy ilyen nagy befektető azt gondolta, hogy ő is magáénak tudhat, úgyhogy van azért egy közös keresztmetszet. Hát annyi, hogy azért ez nálam is egy nagyon komoly szűrési feltétel, valamikor egyébként mindennek megfelel, minden fundamentumomnak, minden egyéb technikai képnek, majd pont nincs egy guru sem, aki úgy gondolja, hogy ő vásárolt volna belőle, úgyhogy azért ez nem egy olyan érdekes szűrés, legalábbis ami a másik portfólióját jelenti. És ha már fundamentumokról beszélünk, akkor jön is az első, ez pedig a paperes lesz. Két oszlop, az egyik a vásárlás pillanatában, a másik pedig a jelenlegi, azaz az aktuális értéket mutatja. Itt azért jó, hogy egy picit magasabban van az aktuális érték, mert ezek szerint drágulnak az adott papírok, és ez egyfajta árfolyam mozgásban is meg szokott jelenni. Ha emelkedik a fundamentum, akkor azért a részvények is szoktak emelkedni. Természetesen mindig van kivétel. A következő az a likviditás. Itt úgy nem lesz olyan nagyon izgalmas a két oszlopnak a különbsége, ez abból adódik, hogy itt nem is lesznek túl kiságosan kiugró értékek, egy 1,5-2 nagyjából a legtöbb vállalat ebben a mezőnyben mozog, és amíg szélsőséges értékek, mondjuk ami ennél magasabb 3-4, abból viszonylag kevés van, illetve lefelé is lehet ugye csökkenni, de ugye egy alatti vállalatok nem kerülnek be a portfóliómba. A harmadik a ROA, ami egyfajta megtérülési mutató lesz. Itt azért egy kicsit erőteljesebb a csökkenés, a két oszlop közötti különbség, aminek már nem annyira örülök, hiszen ez némiképp veszélyezteti a hozam lehetőségeket, de hát ez egy ilyen piac, ez egy ilyen pálya. És végül a negyedik, az árfolyamhoz megint csak viszonyítunk, ugye a szabad készpénz áramlásunkat. Itt is azért az a szimpatikus, hogyha minél magasabban van ez a piros oszlop, jelen esetben nem úgy néz ki, hogy ez nagyon fölfelé akarna elmozdulni, hogy a vásárlás pillanatában sokkal jobb eredményeket tudtak mutatni a vállalatok, mint jelenleg. De fontos azt hangsúlyozni, hogy itt viszont így 30-ig jó a grafikonnak a mozgása, e fölött már kérdéses, hogy mennyire hatékony vagy eredményes, az alatt próbálom tartani, és hogyha ezt a 24-et nézzük, akkor azért ez a 30-hoz képest már azért egy szimpatikusabb grafikon. A hozott portfóliónál egy grafikonon keresztül fogom megmutatni ezt a 4 fundamentumot, és itt igazából a legtöbbel még meg is lennék barátkozva, teljesen szinte megfelel az én értékrendemnek, illetve stratégiámnak. És most egy kis pici kitekintő, megállunk, kifújjuk magunkat, és hogyha van a környezetedben olyan, aki hasonlóképpen szeretné bemutatni a portfólióját, mindenképp vedd fel velem a kapcsolatot, illetve továbbíts számára ezt a videót. És hogyha még vagy annyira
És hogyha annyira vakmerő vagy, hogy adott esetben még beszélnél is róla riport formájában, akkor szintén ugyanezt a megoldást tudom javasolni, küld tovább annak, aki hajlandó lenne erről szerinted beszélni, és így össze tudunk rakni egy nagyon laza, kellemes pénzügyi beszélgetést. Viszont semmit nem ér a tartalom közönség nélkül, úgyhogy ha van hangulatod, oszd meg ezt a videót olyan ismerősöddel, aki szintén érdeklődik a téma iránt. Na, irány a Guru Fókusz oldala, ugye ezt is nézem, hogy milyen számot, milyen értéket ad az adott felület. Én ezt egyfajta ilyen, milyen egészséges egy vállalat címszóval értelmezem, és próbálok a 70 fölötti mezőnyből válogatni. Itt sem lesz jellemző az óriási mozgás, hiszen ilyen 85-86 jelenleg is ugye az állás, itt is egyfajta emelkedés azért jelen van, de hát ez egy nagyon hajszálvékony eredménykülönbség. A hozott portfóliónál a részvények összességében 71-nél vannak így átlagban, és ez is megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy olyan szélsőséges eredmény, sokkal veszélyesebb portfóliókat is elemeztem már. Szektorokat megvizsgáljuk, nálam elképesztően jó végre, hogy 20% alatt sikerült most már tartanom a legtöbb ilyen kis torta szeletet, úgyhogy ilyen 25-nél magasabbra nem mennék, nyilván mindenkinél lesz más 15 vagy 20%. Nálam én 25-ig akár hajlandó vagyok egy-egy szektort elengedni, de jó, hogy most már azért inkább 20 alatt vagyok mindenből. Jánosnál ugyanez a diagram egy kicsit veszélyesebben néz ki, majdnem 50% ugye az ingatlan típusú részvényeknek az aránya, remélhetőleg idővel egyre több vállalat kerül be majd a kis csomagba, és így szépen majd ezeket lehet finomítani, illetve csökkenteni ezeket az arányokat. Na és akkor most jön az, amire az elején utaltam, ugye az S&P 500-zal kapcsolatosan. Mind ugyanoda lyukadok ki, hogy érdemes lenne elmozdulni valóban az ETF-ek irányába. Ebben az évben az én kis részvény csomagom 6%-ot tudott hozni, még az S&P 516-ot. Mostanában elkezdtem egy perces videókban is gondolkozni, egy ilyen nagyon rövid, tömör információ átadásra van úgymond ez kitalálva, és ezt a különböző más felületeken is megjelentetem, mint például a TikTok, Instagram, vagy adott esetben a Pinterest. Úgyhogy ha lazább tartalomfogyasztásra vágysz, akkor ott mindenképpen keress rá erre az extrém portfólióra, és követéseddel segítsd az oldalamat. És azért értem én erre ki, mert pont egy ilyen kis információt dolgoztam föl az egyik videóban, ami azt mondja, hogy mennyivel teljesítenek rosszabbul az átlag befektetők, mint például különböző stratégiák, vagy pedig adott esetben az S&P 500. Új diagrammal érkezek, ez pedig az ország diagram lesz, az, hogy honnan kerülnek be a részvények a portfóliómba. Hát ez még kevésbé lesz izgalmas, de talán a következő időszakban lesz jobban így látható változás ebben a kék kör diagramban. Egy picit technikai képre nézzünk ki, mi baj lehet. Egy kicsit a technikai megközelítésre is rápillantok. Két részvény erejéig. Az egyik az a sajátom lesz, a másik pedig az adott portfólióból kerül ki. Az egyik az a TSL lesz, amit úgy már néhány hónapja, fél éve, nem tudom, valahogy így vásároltam, és úgy tűnik, hogy ez egy nagyon rossz választás volt. Mutatom is, hogy mire gondolok. Ugye jelenleg ilyen 50 dollár magasságában van, ugye a 60 körül vettem, ez még nem tűnik tragikusnak, de úgy tűnik, hogy a szinteket azokat egészen szépen eldobálja, és itt a következő állomást én 40 dollárnak gondolom, és hogyha azt se fogja meg, akkor pedig 20, úgyhogy itt talán lélektanilag benne kell lenni abban, hogy merre megy egy papír, és ezért fontos tényleg ez a diversifikáció, hogy legyenek olyanok, egy fék, illetve bármi olyan, ami kicsit megfogja ezeket, még akkor is, hogyha ezek nagyon cudarul lefelé mozognak. Igazából csak azért mutatom ezt, hogy rosszul választani szerintem bárki, bárhogy, bármikor tud, de azért nagyon fontos, hogy mennyire hívjuk ki a sorsot magunk ellen, ugyanis amit hozok, ez a Lu, ez egy pénzügyi vállalat, egy kínai holding, és hát, hogyha ránézünk a grafikonjára,
Hát nagyon el tudunk szomorodni. Itt azért látszódnak különböző szintek, amiket így nagyon szépen visszatesztelt, és azokra abszolút tudott reagálni. Tehát a technikai képnek azért van időnként értelme. És itt sajnos pont az alsó szegmensben azt látom, hogy szintén egy ilyen reagálós szintnél vagyunk, és hogyha ezt eldobja, hát konkrétan talán a csőd felé megyünk. Na, jöjjönnek az eredmények, ez néhány videóban ki is maradt, hirtelen nem is tudom, hogy miért. Itt ugye a részvények és az ETF-ek kerülnek számításra, itt ugye minden benne van, ugye a broker oldalamról húzom le ezeket az infókat, és azokat helyettesítem be szépen. Ez ugye a teljes, amióta én ezt csinálom, működtetem, és az összes hibával, tőkeáttétellel, bénázással meg van spékelve, azért ilyen nehézkes, vagy hát alacsony értékek kerülnek itt előtérbe. Ugye a legfontosabb, hogy a depozit, hogy a teljes összeg, amit betettünk, az 2700 plusz. Itt van egy profitnak mondott mínusz egység, ugye, amiben különböző napon túli költségeken felül egyébként benne van maga az osztalék is, ami pozitív, de a mínuszban bezárt részvényeknek a negatív hozama is benne van, de ez nagyon szépen alakult, így tényleg hónapról hónapra, mert ez 500 dollár fölött volt, és most már csak 140 dollár, úgymond a mínuszon, úgyhogy szépen lassan tényleg látom én is azt, hogy ebben a működésben sokkal stabilabban, kiszámíthatóbban tudok működni, úgyhogy jó ez, hogy elengedtem ezt a bizonytalan, nagy hozamokat ígérő tőkeáttétes kereskedést. És a két kék oszlop az csak arra hivatott, hogy ugye ez jelenleg 2577 dolcsi van berakva, ami 2584 dolcsit ér, hát itt aztán nincs nagy hozam. Mondjuk annyi hozzá tartozik, hogy azért már zártam le néhány pozíciót, és azok azért szép kis 10-20% közötti profitokat hoztak. Azt gondolom, egész szépen alakul a részvénycsomagom. Minden hónapban stabilan, határozottan fektetek be különböző részvényekbe, és hát ki tudja, talán ETF-ekbe is a jövő hónapoktól a hozott portfóliónál, pedig azt gondolom, hogy ott a kockázat egy kicsit magasra van pakolva. Idővel majd természetesen tanulni fogunk ebből, és egy kicsit egyensúlyban hozzuk a magas kockázatú, illetve a kicsit kiszámíthatóbb részvények súlyát. Köszönöm a figyelmet, jó kereskedést, jó befektetést, sziasztok!